Fogom! Vincellér Tibor speciális mentő és mentőkutyája Lángos keresi a túlélőket a romok alatt Törökországban. A múlt hét hétfőn történt földrengés helyszínén számos magyar csapat segítkezett a mentésben. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület tagjai a Baptista Szeretett Szolgálathoz csatlakozva utaztak ki Antalya tartományba. Az ott töltött hat nap során több élő szemét sikerült kimenteni a romok alól, mondta el 35 perc című műsorunkban az egyesület két tagja, Mincellér Tibor és Pap István. Hát az, hogy mennyire eredményes egy csapatnak a munkája, az ugye mindig több esélyes, de mi tényleg eredményesek voltunk, ugye mivel nagyon a földrengés után nagyon korán érkeztünk. Tehát sosem lehet elég korán érkezni, de tényleg időben ott voltunk. Úgyhogy viszonylag könnyebb dolga van egy ilyen mentőcsapatnak, nem akarom ugye a munkánkat lekicsinni, de minél korábban érkezik az ember, annál több élő személyt tud kiásni, és minél később annál kevesebbet. És találtunk élő személyeket is, találtunk elhunyt személyeket is a romok alatt, és sikerült élve ki is emelnünk személyeket. Hogyan lehet egy ilyen tragédiát, egy ilyen katasztrófát megélni? Milyen tudatállapotban van olyankor az ember? Teljesen más dolog ezt tévén keresztül vagy fényképen látni. Tehát amikor itthon látunk akár mi is egy hasonló helyzetet a világ bármelyik pontjáról, akkor szörnyűködünk, sajnálkozunk, együttérzünk az érintettekkel. Amikor ott vagyunk, akkor van előttünk egy feladat. Akkor feladat amit van. Meg kell oldani. Tehát akkor nem ülünk le a rom előtt sírdogálni a hozzátartozókkal, hanem azt nézzük meg, hogy melyik az az útvonal, amit a legegyszerűbben, a legbiztonságosabban a sérültet mondjuk meg tudjuk közelíteni. Az egyesület tagjai elmondták, példás szervezés volt tapasztalható. A különböző országok mentőcsapatai így összehangoltan tudták végezni a mentést. A kutyáknak is nagyon komoly feladatok jutottak. Az ő dolguk volt, hogy a legszűkebb helyekről jelezzék a túlélőket. A koordinátor csoport, a holland csoport a várost különböző körzetekre osztotta. Egy színes filccel a térképen berajzolta, hogy két körzetet kapott a mi csapatunk. És az volt a feladat, oda megérkeztünk, és akkor vagy az ottani hatóság, vagy már ott dolgozó török mentőcsapat, vagy a hozzátartozók jelezték, hogy ebbe az épületből ez és ennyi számú személy nem jött ki. Vagy hőkamerával jeleztek, hogy ott valami melegebb holtot látnak, ami akár ember is lehet. Vagy a legjobb esetben tudnak kommunikálni a sérülte, beszélni tudnak, hangokat hallanak. És akkor gyakorlatilag az volt a feladata a kutyáknak, hogy pontosítsák azt, hogy a romnak melyik területére, hol kell bemenni, hol van a legközelebbi pontja, vagy egyáltalán igaz-e az információ, hogy ők éreznek élőt, vagy nem éreznek. Na most egy kutya nem kutya, mert hogyha akár pozitívat, akár negatívot jelez egy kutya, akkor egy úgynevezett kontrollkutyát kell a romra felküldeni, és hogyha a két kutyának egyből függő a jelzése, akkor tudjuk azt kimondani, hogy igen, itt élőt jeleznek a kutyák, vagy nem azt mondjuk, hogy nincs élő a rom alatt, azt mondjuk, hogy a kutyáink nem jeleznek élőt. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület négy tagját és mentőkutyáját, valamint a mentésben résztvevő más szervezetek munkáját kedden Novák Katalin köztársasági elnök is elismerte.